Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, és természetesen mindazokat, akik eljöttek ide a Szent István Király Múzeum a Döntés című kiállításához kötődő esti beszélgetésekre, amelynek ezúttal is a Csók István képtárod otthont. És nagy örömmel köszöntöm a ma este vendégeit, Agócs Gergely néprajzkutató népzenészt, Kéri Gábor gitárművészt, valamint Tóth Norbertet, a kiállítás kurátorát. Ugye hagyományosan ez a beszélgetés mindig azzal indul, hogy a beszélgetést megelőzően megnézik az ide érkező vendégek a tárlatot. Önöknek milyen élményeket nyújtott ez a kiállítás? Igen, tehát épp már meséltem a Norbinak egy pár szót erről, hogy bementem, és körbejártam ugye azon az útvonalon, ami a logikus, megérkeztem be a kápolnába, és volt egy olyan érzésem, hogy megérkeztem. Tehát, hogy miután itt ugye sok szó fog esni a jóról és a rosszról, hogy ott vagyok a jó leges legközepében, a szívében. Tehát nekem ez az érzésem volt, így elsőre. És önnek? Hát én nagyon nehezen tudtam csak elvonatkoztatni attól a historiográfiai érdeklődésemtől és történelmi néprajz érdeklődésemtől, amelyik oda szegezett engem egyik másik képhez, hogy milyen szimbólumok, vagy melyik honfoglalónak melyik szabjáján milyen mintázat található, de én inkább azt mondanám, hogy a jó az nem tud rossz nélkül meglenni, mert hogy ahhoz, hogy felismerje magában a jót, ahhoz meg kell tapasztalni a rosszat. És úgy tudunk értékítéleteket hozni saját magunkban, hogyha van mihez képest elvonatkoztatnunk bármilyen helyzetről, szeméről, tárgyról, érzésről, arra, hogy mihez képest olyan, amilyen. Tehát, hogy valójában a döntéseink mindig jó és rossz, vagy én sokat foglalkozok népmesékkel, és a mesék világában, ami egy kicsit azt az érzést hozta elő belőlem, mint amikor meséket mondunk, egy olyan elképzelt térbe kerülünk, amit lehet, hogy valahogy így festenék meg én is, hogyha tudnék festeni. Tehát ott mi ezt úgy mondjuk, hogy a biztonság és a veszély között kell döntenünk, és mi a biztonság? Az, amit ismerünk. És a veszély az pedig az ismeretlen, és nekem azt tűnt fel, hogy a hősök arcát mind látjuk, és a gonosz arcát pedig soha. Mindegyiket valamilyen állarc fedi. Tehát ő fél attól, hogy mi őt megismerjük, mert ha megismertük, akkor onnantól nem félünk tőle. Ez jutott így eszembe hirtelen. Ez nyilván a kurátori koncepcióban is benne volt az, hogy elgondolkoztasson, és valami fajta érzéseket is kiváltson az emberekből. Akkor most jó helyen járunk? Én azt gondolom, hogy igen. Így hárman már korábban beszélgettünk erről. Kárpátalján iskolákban voltunk. Gergely, Gábor és a zenekaruk este muzsikált. Napközben pedig a fiataloknak beszéltünk egy olyan kiállítást, amit nem láttak. Illetve Gábor itt volt a megnyitón, Gergely ő csak az elmondottak alapján, és én most azt néztem, hogy milyen hatást vált ki belük a dolog. Keresve annak okát, hogy miért jött be fél idő alatt több mint 10 000 látogató. És ugyanazt a csillogó szemeket látom rajtuk is, mint a Kárpátalján, ahol csak meséltünk róla. Úgyhogy valószínű, hogy valami titok, valami van ebbe a történetbe. Lehet ez a titok, mondjuk a hagyomány, a tradíció, a kultúránk és az értékőrzés?
Hát én, hogyha, tehát én nem ezt érzem, tehát én nem próbálom ezt így tematizálni, hogyha, főleg, hogyha egy ilyen képzőművészeti kiállításról van szó, akkor de általában én amúgy is úgy közelítem a dolgokat, hogy megpróbálom elengedni magam is, hogy engedni, hogy hasson rám az a dolog, most ebben az esetben ez a kiállítás is. Én szerintem ez nagyon erős. Tehát pont az, hogy mindenféle eszközök, tehát a modern eszközök, a fénnyel való játék, akkor somúgy így győzenek ez a aránylag merész ábrázolási módja és a hősök, ahogy megjelennek meg. Tehát ez az egész dolog egyszerűen nagyon hatásos szerintem. Én itt még egy érdekes dolgot látok, azt, hogy ugye néhány évvel ezelőtt elég sokat hivatkoztak a magyarországi médiában és a magyar közbeszédben a másságra. És annyit mondtak a másságot, hogy Makovics Imre nyugodjon, egy előadásban, amikor meghívtak a Minden Tudás Egyetemére, volt egy ilyen televíziós műsor, és elmentem személyesen meghallgatni őt, és ott egy nagyon érdekes dolgot mondott, azóta ez úgy lehorgonyzott bennem, ez a mondat, hogy ő a másság helyett az azonosságot preferálja. És valahol ez a másság a csábító ismeretlenségével sokszor elvonja a figyelmünket, vagy eltereli a figyelmünket arról, hogy lehet, hogy önmagunkkal kellene többet foglalkoznunk, nem csak személy szerint, hanem egyik a másikkal, mindazok egymás között többet kellene érintkezzenek, és többet kellene egymással foglalkozniuk azoknak, akikre gondolunk, amikor önmagunkat emlegetjük. Mert az önmagunkban van az azonosságunk, az önazonosságunk, és a másokban pedig másság van, ami érdekes lehet, de tudatosítanunk kell azt, hogy vannak olyan meghatározottságaink, olyan determinációink, amikből nem tudunk kilépni. Tehát bármekkora rasztahaját növeszt magának az adott fiatal, és akar öreg. Bármilyen kötött sapkákat készít magának, és bármennyire ereszti le az ülepét egészen a térdéig, nem lesz jamaikai néger. Az, aki mondjuk Székesfehérváron született, ha csak nem egy jamaikai négernek a leszármazottja, hanem mondjuk egy zámai tanyás gazdának a unokája, nem fog sikerülni. Tehát, hogy ezek a különféle törekvéseink arra, hogy erre azokra az előképekre, a másságból vett előképekre hasonlítsunk, ezek mindig fele másra fognak sikerülni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy elsősorban ezzel az azonossággal, az önazonossággal kell tisztába legyünk ahhoz, hogy egyáltalán felfogjuk az értékeset abban a másikban, a másságban. Az érték és az azonosság az nyilván hívó szó volt, Norbert. Igen, én egy picit ilyen kálvinista szemléletből közelítem meg önmagam olvasatában. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az embernek van egy életútja, ami felé haladnunk kell. Tehát az élete folyamán egy belső lajtorját kell az embernek felépíteni, és egy olyan cél felé haladni, amit mi úgy fogalmazunk meg, hogy a égi világ földi leképezése, vagy ahogy fönt, úgy lent. Persze ez szükséges hit, és van, aki lehet, hogy ezt másképp teszi, de ez talán nélkülözhetetlen. Ez nem származás, nem anyagi helyzet, nem műveltség, nem iskolázottság kérdése, hanem ez az a kiválasztottság, vagy predesztináció, ami szerintem minden embernek megadatik, hogy ezen lajtorja építése közben eljusson odáig, hogy leássa
kultúrájának a legmélyére, és ott valami olyan szakralitást talál, vagy olyan eredendő értékeket, ami által létre tudja hozni a szakrális alkotást. Teljesen független attól, hogy milyen foglalkozása van. Persze a művészeknek ez mindig könnyebben megy ez a dolog. És akkor meg tudja tenni azt, ami a feladat, hogy összekösseget és a földet, természetet és a teremtőt. Norbert mondott két érdekes dolgot is, ugye a döntést és az egyéni életutat, és nyilván az önök életében is számos ponton jelen volt a döntés. Mondjuk, hogy például 85-ben 16 évesen elkezdett gyűjteni, vagy egyáltalán ezzel a területtel kezdett el foglalkozni Agócs Gergely érsekújvár szülötte. Én Érsekújváron csak születni voltam, én füleki gyerek vagyok, tehát Nógrád megye, legalábbis amit elcsatoltak belőle, az az én hazám. És hát igen, ez egy fontos döntés volt, és egy nagyon fontos élmény határozta meg. Bekerültem egyszer csak egy olyan közegbe, ahol megéreztem a harmóniát. Ez egy néptánc együttes volt, ahol egy nagyon tiszta lelkű ember, Békés Csabáról, Ságó Tarjánba települt szlovák származású ember, egyszer csak elkezdte járni, tanítani a felvidéki szlovákiai magyarokat. És rajta keresztül ismerkedtem meg a gyűjtésekkel, és hát annyira beszippantott engem ez az élmény, amit hát a kicsi ilyen fekete-fehér tévén keresztül mutatott meg. Martin Györgynek a gyűjtései voltak, néptánc felvételek éppen Szatmár megyéből. És így komolyan ez a legjobb szó, harmónia, amit ott megláttam ezekben az emberekben. És vajon miért tudott engem ez ennyire megragadni? Valószínűleg azért, mert egy érdekes diszonanciában él a mai társadalmunk. Ugye nemrég az én zenekarommal egy lemezt adtunk ki, az a címe, hogy Vadbarokk. Kétféle gondolat motivált ennek a lemeznek a létrejöttét. Az egyik az, hogy hát szerettük volna megmutatni, hogy sehol máshol a világon nem folklorizálódott a barokk, a késő barokk találmánya, ez a vonós hangszerek együttműködésére épülő kamarazenekar. Ugye a brandenburgi koncertek vagy a négy évszak hangzására tessék gondolni. Tehát itt a Kárpát-medencében a népzene is ezeken a hangszereken szól, sehol máshol a világon nem. A hegedűk megjelennek, de mindig valami más gitárok, harmonikák, ukulelék, meg szitárok, meg én nem tudom, minden kíséretében. Tehát maga a formáció sehol nem jelent meg. A másik oka annak, hogy egy ilyen lemezt kiadjunk, az volt, hogy felismertük, hogy a barokkban is egy ilyen egy diszonancia feszítette a társadalmakat. Szárnyalt a szellem, és a művészetek soha nem látott fejlődésnek indultak, és csak kullogni tudtak a szellem mögött a technológiák. És most fordított előjellel hasonló helyzetben vagyunk, hasonló diszonáns helyzetben vagyunk, hogy szárnyalnak a technológiák, és úgy látjuk, hogy egyre inkább csak kullogni tudnak mögöttük a szellem teljesítményei. És a technológia előállítói, a különféle újabb és újabb technológiák létrehozói, azok szárnyalnak, és a szellem képviselői pedig úgy érezzük, hogy alig jutnak szóhoz, vagy ha igen, akkor ilyen szűk körben. Visszakanyarodnék a döntéshez. Igen, azért még annyit ezt hozzáfűznék, hogy Gergő azért rávilágított a lényegre szerintem most ezzel a... Tehát amikor gyakorlatilag kereslet nélkül nő a kínálat típusú mai világra, ami szerintem az összes bajunknak az origója valahol. Hát a döntése visszakanyarodva, ugye jó és a rossz, ugye, amit már próbáltunk az előbb itt apostrofálni, hogy
tulajdonképpen mi is az a jó és mi is az a rossz. Itt ebben a kiállításban nagyon világosan elválasztható kettő egymástól. De azért Norbi elárult nekünk egy dolgot, ugye, hogy ördögöt nem vagyunk hajlandóak képzőművészként ábrázolni, tehát nem tudtuk olyan köntösben megmutatni a rosszat, amilyennel sokszor az életben ugye, szembesülünk, ahol már nagyon nehéz eldönteni, mi is a jó és mi is a rossz. És ugye ezzel kapcsolatban fölmerült még itt egy ilyen világvallásokkal kapcsolatban is, hogy tulajdonképpen hogy határozza meg ezt a katekizmus. És nekem eszembe jutott, amit a buddhizmusról tudok, ahol tulajdonképpen a dolognak ez a része, ez gyakorlatilag, hogy mi a jó és mi a rossz, ez tulajdonképpen egy szituáció kérdése, és nincs olyan, ami jóként, és nincs olyan, ami rosszként kell, hogy apostrofáljunk, hanem sokkal inkább az adott helyzetben ezt hozza rám a sors valamiért, ezzel kell megbirkóznom. Az én számomra ugyanez rossz, de ezen túlmenően inkább azon kell elgondolkoznom, hogy hova vezet az a dolog, hogy egyáltalán miért kaptam ezt az impulzust. És hogyha egy kicsit ezt a jót és a rosszat ilyen köntösben is nézzük, akkor talán könnyebb eligazodni a saját utunkon és a saját ötösvényünkön, mert ugye arról is szó volt itt az imént, hogy alapvetően ki az a hülye, aki a rosszat választja. Hát mindenki jót akar. A gyermek megszületik, és a jó felé indul. És akkor mitől választja egyszer csak valaki a rosszat? Hogy van ez? Tessék. Mindenki tudja, hogy mi a rossz? Egyébként tudunk különbséget tenni? Hát nem tudjuk. Azért nem tudunk különbséget tenni, amit ez a kiállítás is nagyon jól mutat, hogy a gonosz és a rossz sohasem a valódi arcát mutatja nekünk. Van, amikor csinosabb, mint a jó. Van, amikor sokkal jobban ki van festve. Ugye? Nagyon jó, hogy festészetről beszélgetünk, mert most nem akarok ilyet mondani, mert nem mindenkire igaz, hogy volt nekem olyan hölgyismerősöm, közeli hölgyismerősöm, aki egyszer azt mondta nekünk, hogy azért ne induljunk el 7:30 reggel a koncertre, mert ő neki akkor 5:00 fel kell kelnie. És kérdezik, 5:00? Miért kell 5:00 fel kelni? Ahhoz, hogy 7:30 elindulásunk. Hát mert ő másfél óráig kell, hogy a festményt előállítsa. Hú, hát nem is gondoltunk ilyenre. A végén azért szakadt meg az együttműködésünk a hölgyel, mert kiderült, hogy hát nem csak az arcával akar a világ felé egy olyan képet mutatni, ami valójában nem is ő, hanem minden egyéb ténykedésével, többek között a zenében is, és aztán került egy másik leánya a zenekarba, aki nem, mondom, nem törvényszerűen van ez így, de hát csodálatos, egy aranyos, melegszívű, őszinte teremtés, gyönyörűen énekel, imádjuk, és soha egy gram festéket nem láttunk rajta. Tehát, hogy ezzel én azt gondolom, hogy most sokat elmondtunk arról, hogy milyen ez a világ, és miért születik meg egyáltalán valaki lelkében az az igény, hogy ilyen kiállításokat csináljon, kurátorizáljon, hozzon létre. Hát pont azért, mert túl sok olyan csábítás ér minket, amelyik nem a valódi arcát mutatja. Tehát azt mondja nekünk, hogy joghurt, és közben pedig felegúargumi. Ez érdekes, hogy most ugye itt többször fölmerült az, hogy nem a valódi arcát mutatja meg, hogy hogyan ábrázolják a gonoszt. Norbert, azt hiszem, hogy az egyik ilyen kritikus pont a kritikák kapcsán a busók és a rossz közötti párhuzam. Mi erre a magyarázatod? Igen, hát a fennevad állarcának a megjelenítésére igen sok módot választottunk volna. Ugye itt a Bolondok hajójában 111 kísértésként írják rá, amelyet aztán Dürer kiválóan illusztrált is valamikor, most Orosz István kezdte el, és remek grafikák készülnek.
Tulajdonképpen lehetett volna sok pénz, vagy autó, vagy siker, vagy házas embereknek szép nő, és nagy étkű embereknek finom sültek. Mindenképp valami egységes motívumot akartunk választani. Ez egy magyar kiállítás, egy magyar motívum rendszeren gondolkodtunk. És hát én azt gondoltam, hogyha a tél megijesztésére és erüldözésére alkalmas, illetve a sokácok próbálkozásai szerint, bár nem túl nagy sikerrel, ugye, mert eltartott mi másfél évszázadig ez a kísérlet, a törökök ijesztgetésére is alkalmas volt, akkor miért ne lehessen ez a megjelenítés egy magyar hungarikum, egy tényleg egy nemes veretes munka. Másrészt volt egy fontos szempont, Somogyi Győző, Párkányi Rapéter és magam is, ugye itt a modernizmus korát élve, a szépség szolgálatában éljük az életünket, és nem vagyunk hajlandóak olyan eszközhöz nyúlni, ami nem ezt szolgálja, és nem ez a módja neki. A fenevad eszközét nem használjuk, mert akkor részesei eszközeivé válunk. És hát ez nem példátlan azért, mert ha megnézzük a kora középkornak egyház művészetét, a kárhozott lelket, az ördögöt, gyönyörűen ábrázolták a templomokban, attól még a hívő ember tudta, hogy ki mit jelent és mit hordoz. Számítottál egyébként arra, hogy pont a busok fogják majd kiváltani a kvázi legnagyobb vitát? Hát az igazán érv nekem az volt, amikor eljöttek a mohácsi busok, ugye itt voltak egy napot Székesfehérváron, bejárták a kiállítást sok-sok látogatóval, és nagyon örültek neki, nagyon tetszett, és nagyon boldogok voltak. Tehát, ha ők igazolják, akkor biztos, hogy helyén való a dolog. Aztán még visszakanyarodnék egy kicsit a személyes térhez és a döntésekhez. Ugye nyilván Kéri Gábor részéről is döntés volt az, hogy kiment Münchenbe, és nem a kertészmérnöki diplomájával állt neki boldogulni, hanem a zenei életbe vetette be magát. Hát igen, bár ez azt hiszem, hogy talán nem egészen a jó és a rossz közötti. Nem, ez is egy döntés az döntés, ember életében. De döntésként mindenképpen döntés. Hát az embernek van egy ilyen elhivatottság érzete, akkor próbálja ugye a dolgait úgy irányítani. De azért mégis, hogyha ha így visszakapcsolódunk a kiállításra, ugye itt a magyar történelmet és a magyar kiállítás, magyar történelem elhangzott, hogy gyakorlatilag ez a kiállítás is ugye tulajdonképpen az egész Kárpát-medencei magyarságnak a sorsát idézi. És hogyha abban gondolok bele, hogy én miért is kezdtem el muzsikálni, meg miért is érdekelt ez a dolog, ugye ez is valahogy kapcsolódik ehhez a témakörhöz, lévén, hogy magyar emberként, magyar zenén nőttem fel, és ez egész fiatalom koromtól kezdve ez mindig is nagyon érdekelt. És Norbi itt felvetett egy témát ezzel kapcsolatban, hogy mennyire érdekes ez, hogy valamennyien úgy érezzük, hogy valahogy a Jóisten a Kárpát-medencét a magyarokra bízta. És hogy ez ugye nem csak egy, tehát ez tulajdonképpen inkább egy feladat is, de leginkább és kötelesség is, és nem pedig csak egy, mint ahogy ezt a mai világnak az alakulása is mutatja, nem csak egy méznyalás, hogy úgy fogalmazzak, hanem nagyon, nagyon sok buktatóval járó feladat, amiben mindenki megpróbálja ugye a saját kis részét elvégezni. És én valahogy így éreztem, hogy talán a zenével tudom ezt a leginkább szolgálni, ezt az irányt. Említette azt is Norbert, hogy ugye a Kárpát-medencében volt már különböző beszélgetés pont a kiállításhoz kapcsolódóan. Ott milyen benyomások voltak, milyen személyes benyomások, hogyan értékelték a gyerekek, mindannyiótokhoz szól a kérdés. Igen, hát akkor megpróbálok talán én. Ugye Gergely és Gábor régen ismerik egymást, összeszokott páros és összeszokott zenekarral. Én ezen módon kerültem bele ebbe a dologba, és ami első pillanattól közös volt bennünk, én azt gondolom legalábbis, hogy a tradíció és az innováció az egyszerre van, és egyszerre mozgat mindannyiunkat. Őket a muzsikában a autentikus névzetétől egészen Ligetiig és Kurtágig, a Gábor esetében például, és valahol mi is ezt keressük a kortárs képzőművészeti kiállításoknál. Ugye itt ezen kiállításnál másfél ezer év igen veretes magyar kultúrájából merítettünk, és azt gondoljuk, hogy ezt
ezt továbbvinni és megélni ezt a kultúrát, amiben élünk, és itt talán visszautalok Gergelynek a korábbi gondolataira. Ezt a saját hagyományainkból merítve tudjuk, és tudjuk újra fogalmazni, mert hogy nap mint nap újabb és újabb kérdések feszítenek bennünket. Rendkívül gyorsan változik a társadalom, a környezet körülöttünk, és hogy ne veszünk el csak valami nagyon veretes, nagyon patinás, nagyon a miénk lévő kultúrából tudunk merítkezni. Úgyhogy ez a tradíció, innováció, ez a hagyomány és a megújulás és újszerű megoldások, ezek talán közösek bennünk, talán azért boldogultunk egymással. Akkor élmények és tradíció, innováció. Ugye az innováció megint csak valamihez képest tud megszületni. És hogyha nem érezzük azt, hogy milyen emberek állnak mögöttünk, tehát ilyen hősöket nem ismerünk meg, nem tudatosul bennünk, hogy ők mi is vagyunk, tehát hogy a vérünkben hordozzuk ezeknek az ősöknek az emlékét, akkor nincs meg az a bizalmunk önmagunkban, nem tudunk eléggé bízni ahhoz, hogy bármi újításra képesek legyünk. Mert aki nem bízik önmagában, aki önbizalom hiányos, az nem tud alkotni se igazán, és a tradícióban bármennyire megmerítkezne, nem tud innovációt létrehozni. Tehát én azt gondolom, hogy ha viszont a tradícióban megmerítkezik, ott tud olyan erőket magába szívni, ott tudja megismerni ezeket az értékeket, amelyik mögöttünk állnak, amely értékek birtokában már egyszerűen erős kezű, határozott innovációs készséget tud magában felépíteni. Gábor, ez tradíciós innováció. Igen, most ez a hősök ütötte meg itt a fülemet, ahogy Gergő mondta, hogy én már ugye nem ma jártam gimnáziumba, és úgy nekünk valahogy az én időmben, amikor valami keveset volt szabad egyáltalán az igazi magyar történelemről tanulni, akkor mindig a 48 volt az egyetlen olyan kapocsal az ember így elgondolkozhatott azon, hogy mit is akarhattak ezek. És azért nagyon jó itt ezen a kiállításon így látni a hőseinket egyben, mert hogy mindegyik kép előtt megállok, és így próbálom a személyiséget, meg azt a történelmi szegmest előidézni, és így arra gondolok, hogy mit is akarhatott, és mi volt az az erő, ami vezérelte, és amiért meg tudta tenni azt a, ugye hát itt Zrínyik, és hát nem is kezdem el sorolni, Bethlen Gáborok, és tehát, hogy mi volt az az erő, és hogy valószínű, hogy amit Gergő mond, hogy az alapja az nyilván az a gyökere, az a tradíció, meg az a szellemiség, és hogy ebből hát ha úgy veszük innováció nélkül, mert ez most egy modern szó, de hát gyakorlatilag ilyen megújulás, vagy pedig megújodás, vagy mert nem feltétlenül hogy arról van szó, hogy most valami újat kell kitalálni, hanem lehet, hogy éppen csak egy dolgot egészen másképp kell használni, vagy egészen másképp kell gondolkodni felőle. És hogy ebben az értelemben ez nagyon fontos, mindenkinek ajánlom, hogy mászkáljon is, beszélgessen ezekkel a hősökkel, mert pont ez a kérdéskör, ez állandóan folyamatosan felmerül nálam. A másik ilyen érdekes páros, az talán a mérték és a harmónia, ez mondjuk Párkányira Péternél, a Párkányira Péteres beszélgetésnél is előkerült ez. Norbert, ön számára miért fontos a mérték és a harmónia? Hát, hogy mi a mérték és mi a harmónia, azt nem tudjuk, csak érezzük talán. Ugye ezt pár ezer éve próbálják megfejteni az emberek. Muzsikusok is törekednek arra, festők is törekednek arra, hogy ezt megoldják. Ez mindenkiben benne van, és valószínűleg ez mindenhol jelen van, mert a legtöbb embernek ez ugyanazt jelenti. Az embernek ki kell nyitni a szívét, ki kell kapcsolni a gondolatait, és meg kell érezni azt, ami árad
hogy honnan, nekem a jó Istentől, hát másnak meg máshonnan. Ez nem feltétlenül csak itt kérdése. Ez mindenkiben jelen van és munkál. Úgyhogy erre én nem tudok választani. Gábor? Hát én nem is tudom. Én ezt a harmónia dolgot feszegetném egy kicsit még, mert én elolvastam Tóth Norbertnek az előszavát, mert ugye itt csináltuk egy kis reklámot annak a szép kiadványnak, ami kapcsolódik ehhez a kiállításhoz, és ott van egy igen komoly előszó, ahol ez a kérdés egy kicsit tágabban boncasztalra kerül. És engem nagyon megütötte ez a hősies kiállása, hogy ugye, mert itt a hősökről van szó, hogy Norbert bevállalja ezt a dolgot, és le is írja azt, hogy nem értünk egyet azokkal, és nem vagyunk hajlandók abban a sorba beállni, ahol a csúnyát és a gonoszt és a középszerűnél is rosszabbat, vagy akár a gusztustalant is piedesztára emeljük, vagy egyáltalán szót vesztegetünk rá. És visszatérve a zenére, ugye ez is itt, vagy a harmónia, hogy hát talán Bartók a legjobb példa arra, hogy milyen messzire lehet elmenni egy fantasztikus szellemiséggel és egy olyan ismerettel és egy olyan hozzáállással. És hogyha azokat a harmóniákat, amik azért ott azért rendesen van diszonancia a Bartók zenében, azokat a harmóniákat valaki enélkül a szellemiség nélkül, enélkül a kulturális örökség nélkül és enélkül a hozzáállás nélkül próbálja alkalmazni, abból lesz a rossz. Nekem úgy körülbelül ez jut erről az eszembe. Milyen érdekes, hogy ugye a harmóniát azt egyfajta összhangként, vagy illeszkedésként, mi illik, mi az, ami illik egymáshoz? Melyik két ruhadarab, vagy melyik két szín, vagy melyik két hang? Ugye, tehát, hogy amikor harmóniáról beszélgetünk, akkor valami ilyesmit boncolgatunk. És milyen érdekes, hogy ha elmegyünk, tehát Miskolctól Budapest 173 kilométer, Miskolctól Kijó nevű falu 161 kilométer. Ez Sáros megyében található, tehát közelebb van Miskolchoz, mint Budapest, csak ezt akartam kihozni belőle. Ott már ruszinok laknak, szlovákiai ruszinok, és az ő népzenéjükben, tehát gyönyörű, csodálatos, többszólamú népzenéjük van, nagyon gyakori a szekund surlódás. Ez egy olyan, tehát amikor a zongorán két fehér billentyűt egymás mellett leütünk, sokan azt csinálják, hogy jöjj. Ők tudatosan törekszenek rá, nekik az a harmónia. Tehát, hogy a harmónia nagyon erősen stílusfüggő. Tehát nagyon-nagyon erősen függ attól, mit, mikor, ki, hogyan érez harmonikusnak, egymáshoz illeszkedőnek, hogy milyen az a kulturális környezet, amelyben ő szocializálódott, milyen mintákat kapott gyerekkorban, és hogyan illesztették össze egymáshoz a világ elemeit az ő ősei. Na most ugye Bartók népzenekutató is volt, és bizony sokat járt ezek között, a ruszinok között is. Majd az ő egyik követője, Lajta László, eljutott a közép-erdélyi mezőségi bandákhoz, vonos bandákhoz, és kiderült, hogy ők még nem azt a funkciós harmonizálást használják, amely ugye a romantika korában jött létre, a barokk polifónia után, hanem egy teljesen más ilyen dur mixtúrást, gyakorlatilag a dallam főhangjaira dur akkordokat építenek kőkeményen. Függetlenül attól, hogy most milyen hangnemben vagy milyen hangrendben zajlik, milyen móduszban zajlik a dallam. Magyarul mol dallamokra is dur akkordokat fognak. Amikor ezt először Sebő Feri barátom megmutatta a budapesti Magyar Állami Népi Együttes cigányzenekarának, akkor kórusban kiáltották, hát ez hamis.
Ez hamis, te meg azt mondod, hogy tiszta jazz, ugye? Jazz. Igen, igen, vagy blues, ugye azt is mondhatnánk, mert valójában ezeknek az embereknek az volt harmonikus, az volt szép. Más-más előképek alapján dolgozunk, és szerintem ennek a mai világnak a legnagyobb kihívása az, hogy ezeket a egyéni harmóniákat harmonizáljuk egymással. Tehát, hogy tanuljunk meg elfogadni azt, hogy hát Széken nekik ez a szép, Közép-Erdélyben, az erdélyi mezőségen, nekik ez így harmonikus, a ruszinoknak pedig úgy, hogy nem, hogy moldalamra durakord, hol? Szekundcsurlódás. Tehát, hogy olyan harmóniát hoznak létre, amit Mozart vagy Brahms el nem tudott volna képzelni. Tehát abban a korban, abban a művészeti millióban ez konkrétan tilos volt. Hát Brahmsnál azért már előfordult. Ott már jött, igen. Ott indult, igen. Igen. Talán nekem is volna egy gondolatom a dologhoz. Ha harmonizációról van szó, akkor én azt gondolom, hogy kedves barátomat idézzem itt, aki azt mondta, hogy ha a emberiségre bízták a Földet a Jóisten, akkor valószínűleg a Kárpát-medencét a magyarokra. És nekünk a küldetésünk talán pont ez a harmonizáció. A Kárpát-medence egy sok kultúrájú, sok nemzetiségű, rendkívül gazdag népzene, ugye talán az egyik legjobb példa rá. Egy olyan színes, gazdag kultúra, amelyet tényként el kell ismernünk, hogy többségében a magyarság lak, és a magyarság integrált. És ezen kiállítás szerint persze jóval régebben, másfél ezer éve a magyarság ezt mindig úgy integrálta, hogy nem akart beolvasztani, nem akart egységesíteni, nem akart Franciaországot csinálni, egységes Franciaországot, nem akart egységes Németországot, vagy egységes Angliát, hanem azt mondta, hogy ezek a kultúrák, ez egymásba átfolyva, kiegészítve, gazdagítva létezzenek együtt. Úgyhogy ha erről van szó, én azt gondolom, hogy ezt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencén belül a magyarságnak a küldetése is. És léteznek is a mai napig, ahogy ugye ezt az imént itt már vázolta nekünk a Gócs Gergely, és egy kicsivel korábban még arról volt szó, hogy megvan a hármójuk közötti harmónia, hiszen már régóta zenélnek együtt. Na ez hogy volt? Hogy találtak egymást? Hogy kezdtek együtt zenélni? Fölhívtuk a Gergőt telefonon, hogy volna kedve ehhez. Vázoltuk röviden, hogy miről van szó. Ugye mi alapvetően az én zenekarom az jazzzenészekből állt, de én játszottam sokáig egy indiai tablaművésszel együtt Németországban, és ott felfedeztünk egy nagyon érdekes dolgot, mert először indiai zenét játszottunk, amit nekem ugye meg kellett tanulnom. És aztán én ott valamelyik szünetben elkezdtem ilyen magyar népdal motivumot játszogatni, épp azzal foglalkoztam, mire bejött Shankar Lal, ez a tablás, és azt mondta, hogy ez egy indiai népdal. És mondtam, hogy nem, ez egy magyar népdal. Majd elkezdte énekelni, és mondta, hogy tagadhatatlan, ez egy indiai népdal. És akkor így elindult az, hogy hát ez ilyen érdekes, akkor fejtsük meg, és elkezdtünk utána már nem csak indiai zenét, hanem magyar zenét is bevinni. Aztán utána elkezdtük ezt ugye modernizálni, de most, hogy hát már jó régóta visszakerültem Magyarországra, nagy részt, így aztán próbáltuk ezt Magyarországon, ezt a zenekart Frenki Látó barátommal, akivel ezt együtt csináljuk, fejleszteni, és tulajdonképpen Frenki ötlete volt, hogy vonjuk bele Gergőt, hogyha van hozzá kedve. És akkor egy telefon után rögtön utána jöttek is a próbák. Én valahogy így emlékszem, hogy így volt. Engem van a népzenei szakmában egy ilyen sokan egy ilyen ultraortodoxnak tekintenek, azért, mert nagyon gyakran felemeltem a szavam ezeknek a manapság... Népzenék feldolgozása ellen, nem? Hát, mondjuk úgy a world music ellen. Tehát, amikor kényszeresen mindent mindennel összemosva, tehát, hogy programszerűen fuzionálunk, csak azért, mert divat. Nem véletlen, hogy ennek a world musicnak, a világzenének, ugye, ennek nem alakultak ki. Tehát nem tudjuk igazán műfajként értelmezni, hiszen nincsenek műfaji kritériumai, nincsenek műfaji jellegzetességei, nincsenek stiláris jegyei.
Tehát ez inkább egy kereskedelmi kategória. Én úgy fogalmaztam, hogy a világzene a multikulturalizmus szórakoztató ipari terméke. Na, ez ellen gyakran felemeltem a hangomat, és ezt sokan félreértelmezték, sokan azt gondolták, hogy én a mindenféle ötvözés ellen próbálok véleményt kifejteni. Nem, én csak azt mondtam, hogy olyanokat mondtam, hogy nem mindenáron, és nem úgy, hogy azzal nem hozunk létre értéket, hiszen a legtöbb esetben én azt látom, hogy van egy előkép, a népzenei előkép, és ugye ők ezt feldolgoznák, csak éppen ha valamit feldolgozok, akkor egy magasabb minőség létrehozása lebeg a szemeink előtt. És én azt láttam a legtöbbször, tényleg tisztelet, tehát nagyon-nagyon ritka kivételnek, hogy ami létrejött, az előképnek az esztétikai értékét sem éri el, nem még hogy hozzátenne, mindig elvont belőle. Na most az, hogy mi eldöntöttük, hogy a jazzben olyan, és hangsúlyozom a jazzen belül, olyan hangszíneket, olyan hangszereket, olyan kifejezésmódokat jelenítünk meg, amelyek egyébként a magyar népzenére jellemzőek, én szerintem ez a jazznek, mint műfajnak sajátja. Hogy mindig is kísérletezett, mindig is nyitott volt ilyen különféle új hatások befogadására, és én nagyon jól érzem magam ebben, amit csinálunk közösen, mert megengedhetek magamnak olyat is, amit a népzene szigorú műfaj határain belül én nem tehetek meg, amikor a saját bandámmal, már a másikkal, a fonózenekarral népzenét játszunk. Tehát ott furuját kísérni brácsával az tilos, mert a népzenében a furuja az elsősorban szóló hangszer. Itt pedig hát basszus gitár, meg villangitár, meg ilyen-olyan dobok szólnak mellettem, hegedű, brácsázik, mindent csinál a Frenki. Tehát, hogy ez úgy érzem, elnézést, úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jó sikerült. Így történt, hogy jó srácok, bírom őket, arcukat is, meg a gondolkodásukat is. Szeretem, hogy szeretnek gyakorolni, próbálni, tehát, hogy összejárnak csak úgy is, mert szeretik egymást, és akkor ez, én úgy gondoltam, hogy még belefér ez is az időmbe, bár a feleségem azt mondja, hogy néha túl sok fajta lébe vagyok kanál, hát ez még egy plusz lé. Ennél a kereskedelmi vonalnál intenzív bólogatás volt, valóban van egy ilyen kereskedelmi célból megfontolt világzenei vállalkozás, mint trend. Hát igen, mondjuk ma már tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindenben. Egyszer egy Leonard Bernstein interjút olvastam, amikor megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye a pop zenéről. És azt mondta, hogy mi benne van a nevében, pop, el kell adni. Ugye, és hát ma gyakorlatilag szinte mindent ez jellemez. Már erősen érezzük a nyomást akár a klasszikus zenében, és úgy veszem észre, hogy bizonyos előadók preferáltak azért, mert arról a földrészről származnak éppen, ahol most nagyon keletje van, és nagy számú a közönség. Most itt például Kínára gondolok, és mindesetre visszatérve a World Musichoz, én ezt viszont egy kicsit úgy látom, hogy minden a népzene és minden a népzenéből indul. Tehát mi az a motivum, amit egy zenész, egy komponista először leüt a zongorán, hanem egy népdal, amit valahol éppen énekeltek, vagy valahol hallotta. Ezt csinálta Bach, ezt csinálta Beethoven, ezt egészen eljöttünk Mozart, egészen eljöttünk Bartókig. Tehát tulajdonképpen így vagy ha már Lajta László nevét itt az előbb hallottuk, akkor az őt is említsük meg, mert őt nem volt szabad sokáig, de most végre. És ugyanoda tartozik, ahol Bartók és Kodály. De mindesetre visszatérve ez a dologhoz, itt én úgy látom, hogy ahogy nincsen más kapocs, tehát a komponált zenének, amely tulajdonképpen, hogyha úgy veszük, egy művi zene,
a komponált zenének a világhoz, az emberekhez, az emberi lélekhez nincsen más kapcsolata, csak a népzene. És hogyha valaki ezt másképp próbálja meg közelíteni, én nem tudom, hogy sikerül-e. De minden esetre ez vezérel engem, amikor komponálok, és úgy látom, hogy ezzel az egész world music meg egyéb hisztériával pontosan az történik egyébként, amit Gergő mond, hogy gyakorlatilag mindenféle cél és mindenféle a létrán felfelé jutás igénye nélkül megpróbáljuk azt rácsavarni a népre, amit éppen majd talán megvesznek. Igen, azt is szoktuk mondani, hogy ennek a ezeknek a törekvéseknek az egyedüli fokmérője a piaci siker. Tehát én őszintén örülök azoknak, annak, hogy különféle kollégák, akik ezen az útvonalon elindultak, hogy jó sok pénzt keresnek. Én őszintén örülök. Szomorú vagyok, amikor azt látom, hogy azok, akik ebbe az irányba elindultak, azok egyszerűen, hát rongyosra keresik magukat, de nem tudják kamatoztatni a saját tehetségüket. Van egy Istentől adott tehetség a torkukba, kezükbe, gondolkodásmódjukba, és ahelyett, hogy a csodát megalkotnák, ahelyett önmagukat célként tekintik. Én nem ezt csinálom, én úgy gondolok magamra és a saját tehetségemre, hogy eszköz vagyok Isten kezében. Ahhoz, hogy az általa létrehozott csodát tolmácsolni tudjam az emberek felé. Én eszköz vagyok, biztos, hogy nem cél. A Gergely szerény, tehát amikor Kárpátalján voltunk, és sok száz diák kint ült, és hallgatott bennünket, akkor is meglátták a Gábort és a Gergelyt, akkor csillogó szemmel nézték, úgyhogy a siker megvolt, tehát meg se szólaltak, már megvolt a siker. De hogyha vizuális művészetben nézzük, akkor ugye számot nem mondva Székesfehérvár előző éveiben lévő modernista kiállításaihoz, ahol pár száz vagy egy-kétezer látogatót tudott talán produkálni, ott most fél időben a 10 000 látogatón túl vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy a szépségnek a megmutatása és a autentikus, kortárs újrafogalmazása a magyar vizuális kultúrának, ami a Döntés című kiállításon megjelenik, az sikert hoz. Utána néztünk, most utána kutattunk, hogy milyen látogatottságúak szoktak lenni a kortárs képzőművészeti kiállítások. Nem Budapesten, ugye, nagyvárosokban. Meg se közelíti egyetlen egyet, de nem volt még példa arra, hogy ez ekkora siker legyen. Úgyhogy én azt gondolom, a szép, igaz, szent és jó, és mindez tisztességes tárolásban, az mindig biztos siker, a magyaroknak magyarul. Ez csak annyit tudnék hozzáfűzni, hogy amikor a televízió, az MTV, a munkatársai megkerestek minket a Hagyományok házában, azzal az ötlettel, hogy hozzunk össze egy népzenei és néptánc, népművészeti vetélkedőt a televízióban, akkor eldöntöttük, hogy igen, mellé állunk, a kezdeményezés mellé állunk, és hát megálmodtuk a felszállott a pávát. Majd az első kinevezett producer azt mondta, hogy ha ennek lesz egy átlag 200 ezeres nézettsége, akkor a két kezünket összerakhatjuk, és megköszönhetjük az Úristennek, hogy egyszer felkerültünk úgymond a TV képernyőjére. Másrészt pedig mindenki előtt legitimálva lesznek a mi törekvéseink. Az első élőadást látták 600 ezeren, majd szépen ment fel ez a szám, és az első évad döntőjét 1,5 millió ember megtekintette. Ez Magyarországon akkora szám, hogy gyakorlatilag a Duna Televízió történetének legnagyobb nézőszámú saját gyártású kulturális műsorát létrehoztuk, pedig tiszta, autentikus, feldolgozatlan népzene volt. Valahogy senki nem telefonált be, hogy miért nem tesztek bele egy kis szimpatizátort, meg egy nem tudom, villanggitárt, meg hiányzik nekem a dobszerkó. Nem, 1,5 millió embernek ez nem hiányzott. És amikor elindítottuk, az első hangok azok olyanok is voltak, az első hangok között, hogy hát bizony ezt nagyon elrontottátok, hogy most ti nem hagytok teret a szellem szabad szárnyalásának, kvázi, hogy nem engedjük be a
különféle világzenei és egyéb ilyen fuzionális törekvéseket oda. Majd visszanéztem, hogy milyen volt a nézettsége annak a műsornak. Ugyanott a Dunán, még a zsűri tagjaink közül is volt ott egy, aki ott ült. A műsorvezető is az volt, és kifejezetten ezeknek a fuziós törekvéseknek hoztak össze. Táncvarázs, akit érdekel, a YouTube-on megnézheti. 60 ezres volt az átlag nézettsége. Tehát ismét visszatérnék oda, hogy a gonosz nem mutatja az igaz arcát. Álarcban jelentkezik. És nagyon hízelegve, és azt próbálja elhitetni velünk, hogy de igen, ahhoz, hogy valaki oda kapcsol és végignézze azt a műsort, ottan dübörögnie kell a dobnak, meg a villanggitárnak, meg a mindennek, és csak úgy fogyasztható, úgymond a mai kor embere számára népzene, hogyha azt modernizáljuk, közel hozzuk hozzá, és közben azt látjuk, hogy az a műsor, amelyben ez megtörtént, megvalósult, az pont, hogy eltávolította ezeket az eredeti értékeket az emberektől. Hiszen a mi műsorunknak csak a töredéke volt ennek a táncvarázs címűnek a nézettsége. Én szerintem ennél nagyobb mérőeszköz nem kell. Tehát a statisztikai hivatal nem tudná szebben kimutatni, hogy milyen a különbség az érték és az ilyen kényszeredett masszatolás között. Igen, hát ehhez kapcsolódnék én is, hogy ez nagyon érdekes, hogy ez a párhuzam, hogy mi folyamatosan azt halljuk, hogy azért dől ránk a média minden irányából az a, most bocsánat, hogy vulgárisan fejezzenek, mert ez a sok szemét, az azért van, mert a népek ezt szeretnék hallani. És itt van a gonosz, mert tulajdonképpen nem a népek szeretnék ezt hallani, és ezt is nagyon-nagyon sokszor észreveszünk koncerteken is, fesztiválokon is, hogy egészen YouTube csatornán, egészen meglepő helyekről kap az ember, most nem csak a saját zenekarunkra, hanem egyáltalán a műfajra, vagy a minőségi zenére, irodalomra, képzőművészetre, hogyha gondolunk, hogy olyan helyekről kapunk visszajelzést, ahonnan nem is várnánk, és ez egyáltalán nem igaz, hogy az embereknek nem volna igényük a szépre, a jóra, az igazra. Mi volt a negyedik? A Szentre, köszönöm, mert az én lelkész nőm Balatonkenesén egyszer egy prédikációjában ennyit mondott, hogy a lélek is kér enni. És gyakorlatilag mindent megmondott. Mert ez egyáltalán nem igaz, ezt azok próbálják velünk elítatni, akik most itt ezek mögött a busó maszkok mögött próbálják ránk, vagy próbálják eladni azt a dolgot, amiből ők pénzt remélnek, és azáltal hatalmat remélnek. De valahol én is Gergőnek a véleményét tudom csak osztani, hogy ez egyáltalán nem igaz, hogy az embereknek ez kell. Ezt egyszerűen megpróbálják minden eszközzel elhitetni, hogy az embereknek ez kell. De mi várjuk azokat a pillanatokat, amikor kis, apró kis csatákat, aztán később háborúkat, esetleg forradalmakat tudunk nyerni az igaz, a szép és a szent és a jó nevében. Csak utolsó adat. Egy ismeretlen ember az egyik lemezünkről, Hateha című lemezünkről, két nótát feltöltött a YouTube-ra, most a napokban ugrotta meg a megtekintése az 1 milliót. Autentikus, vagy tiszta népzene. Azt is megnézik 1 millióan, pedig csak 3-4 éve tette fel. Na most ilyet nagyon sok ilyen óriás plakátokon szereplő név sem tud utánunk csinálni, tehát hogy most egy ideje, hogy figyelmeztettek minket arra, hogy gyerekek, van ott egy ilyen milliós megtekintésű videótok, elkezdtem figyelni, és szóval nagyon jó mérőeszközök ezek, mert az derült ki számomra, hogy ebből a magyar kulturális térből sok olyan szereplő, aki ki van kiáltva, hú, de nagyon trendinek és modernnek, és most ezt kell nézni, mert mindenki ezt nézi, ötöd annyian nem nézték meg. Azt, ami mindenki azt nézi. Akkor hogy van ez?
Tehát bizony résen kell lennünk, mert állarcban közlekedik a gonosz. Végezetül záró gondolatként kimondhatjuk azt, hogy az embereknek azért van igényük az értékre? Hát a számok azt mutatják, zenében, képzőművészetben, hogy igen. Az elmúlt 200 évben a fennevadnak a legnagyobb trükkje az, hogy kultúrának hamisítja azt, ami lebontja a közösséget, ami az értéket pusztítja. Most már talán az emberek kezdenek ráébredni, hogy ezek szórakoztató plázák legjobb szándékkal, és talán majd egyszer arra is ráébrednek, hogy ezek rendkívül károsak és pusztítóak. Érdemes lenne egyszer kiszámolni, hogy micsoda GDP veszteséget jelent a kereskedelmi tévék jelenléte, vagy az elmúlt 25 évben milyen mértékű pusztítást végzett a Magyarországon, de hát ugye ezt nem lehet utólag érvényesíteni. Én köszönöm szépen a mai esti beszélgetést, és köszönöm, hogy itt voltak. Ezt a beszélgetést visszanézhetik majd hamarosan a Fehérvár Média Centrum YouTube csatornáján, illetve a rendezvényhez kapcsolódó további programokról tájékozódhatnak a www.adöntés.hu oldalon, természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!